Kijött a szeptemberi hírlevél, és mi van benne? Három új termék amelyek némi meglepetést is zavart okoznak az erőben. Ugye láttuk, már a gyártó is nyilván feldolgozta a saját hírlevelével kapcsolatos információ zuhatagot, de ismertek minket, mi szeretünk egy kicsit átnézni a kártya túloldalára is, hogy esetleg a hátuljára mi van felírva. Ne is a marketing szövegekkel, hogy a leg kedvezőbb áru, kathatos LTE-vel felszerelt CP-ek bel- és kültére, és stb. lovagoljunk, hanem gyakorlati, praktikus tényekre inkább, ami az, hogy nekünk, hálózati eszköz buzerátoroknak ezek az eszközök miért lesznek jók, miért lesznek érdekesek, izgalmasak, vagy éppenséggel miért akarjuk őket messziről elkerülni. Ja. Három új termék érkezett a mikrotiktól, ami reméljük, hogy hamarosan a kezünk közé is kaparinthatunk, mert ugye még oké, hogy bejelentették, de még nem volt vele személyes tapasztalatunk, de a specifikációk azok jónak, jónak tűnnek az új eszközöknél. Van két új LTE 6-os berendezés, az egyik egy kis router, a másik pedig az SXT-nek a LTS verziójának egy új frissítése, és a harmadik pedig egy várva várt végre az első multigigabites switchük a mikrotiknek. Amit meg is mondom őszintén, nem tudom, hogy miért vártak vele ilyen sokáig. Hiszen az látszik, hogy a mikrotik felült erre a marvelás gyorsanatra. Sorba veszik le a polcról a marveltől a újabb és újabb switch csipeket és a kapcsolatos rendszereket, és építenek belőle valamilyen routert, switchet, bármilyen eszközt. És hogy ide a multigigabites csipek polcára, polcához miért ilyen lassan jutottunk el, számomra még rejté, de majd kiderül, és hát nagyon remélem, hogy jönnek majd a sokportos multigigabites cuccok, tehát mondjuk a 326-osból is ilyen nagyon szeretnénk egy ilyen 326 G ami lenne mondjuk 24 darab 2,5 gigás port, vagy akár 10 G Ethernet, az sem egy ördögtől egy való, van. és akár a 328 P-ből is ugye mennek a poés változata, vagy a 354-ből, remélhetőleg hamarosan jön majd multigig változat. Hát igen, ami eléggé hiány pótló lenne a mikrotiknek a palettáján, mert ugye nem túl sok olyan switchük van, ami natívan több gigabites portokat kezel, ugye vannak a combo portos eszközök, de azoknál is általában minimálisan ilyen 4-6, igen, és, és igazából a, ugye, mint a Soho gyártók is egyre jobban jönnek ki mindenféle, két és fél, legalább két és fél gigás eszközökkel. Mert ugye rendszeresen kapjuk azt a kérdést, hogy már otthonra bekötöm a két gigabites telekomos internetet, és akkor mit a ha, a végére. Hát most csak valami nagyon drága eszközt tudunk ajánlani, jellemzően 5009-es boldogok vagyunk ezekkel a jószágokkal. Menjünk bele egy kicsit mélyebben a texpex -be. Mondjuk kifejezetten ugye a HAP AX LTE 6, ami, ami olyan nagyon nagy reflektorfényt kapott a katalógusban, hiszen ez a régi kis álló fehér, türkiz, kék, megmondható házba csomagolt routernek az utódja. Ugye a korábbi változaton még ez a nagyon nyomorult mikro USB-s tápellátási lehetőség volt, amit iváttunk. Ezen most már USB-C van, nyilván a fogyasztás növekedése is indokolhatja, vagy indokolja ezt a csatlakozó cserét. Hát meg ugye a kényelmeség, mert ugye nagyon, mint, mint szinte már csak USB-C-s eszközökkel. a gonosz EU. Igen, a gonosz EU. És akkor oda bent is van bőven változás, néhány könycseppet is kell morzsoljunk, mert hogy csak kettő es Igaz, hogy az ix megkaptuk vele, mint ugye a friss szabvány, viszont csak 2-4-es az eszköz, ami azért egy kicsit érdekes, viszont van a AX4-zet, ami, ami hasonló, szóval igazából nagyon hasonló a belső tartalma is, ebben az esetben megspórolták a 2-4-et. Soványka, soványka, de hát gondolom a paletta így jön össze, viszont... LTE 6-ról beszélgethetnénk egy picit. Mellesleg persze nagyobb antenna, nagyobb sávszélesség a végtelenbe is tovább, tehát a régi eszközhöz, hogyha használtatok ilyen régi HAP Light TC-t. Light Akkor meglepetés lesz, mert nagyobb antenna is kapcsolódik rögtön ez a kettőnyes rádióhoz, tehát jobb vételi viszonyokat tud majd a router összegerebízni a eszközeitek irányából is ami azért azt gondolom, hogy egy... ez az eléggé pozitívum, igen. hogy végre igazából használható is lesz ez az eszköz, nem csak ilyen. És persze 256 igen. MB RAM és nagyobb flash méret, azt hiszem 128 MB-nyi flashünk van, ami öm, nyilván majd engedi egy kicsit jobban kinyújtózni a rajta lévő router hetet, hiszen igen. ugye eleve az AX-es azok csak hetes router és a, a szeretett Wi-Fi wave 2, -s 2 -s maga, maga, igen. működni. Na de az LTE 6, LTE 6, engem ez izgat nagyon, mert hogy a Mikrotik LTE kínálata, a saját rádiós interfész kínálata az eddig ugye két eszközre korlátozott az R11, R11 e LTE re és az R11 ELTR 6-ra. Aki ismeri ezeket az interfészeket, ő azért tudja, hogy mik a, mik a jellemző um, problémáink ezzel az interfészsel, és érdekes, hogy ahogy az új LTE termékek jönnek a kínálatba, Satu AX, és annak az LTS változata, ugye van 5G interfészszel szerelt példány is, mm -hmm. illetve akár a korábbi satuba is azt hiszem, hogy volt 5G-s változat, ott azt látjuk, ha letépjük a burkolatot, hogy a quactel a rádiói integrált módon jelennek meg a nyákon, ami egy merőben új irány ahhoz képest, amit eddig a MikroTik LTE fronton csinált, hiszen jellemzően mini PCI Express foglalatot rakott fel, belegyömeszölte a saját rádiós kártyáját, annak kivezette az antennáit, blablabla, bla, bla, bla. Üm, amivel nyilván valamilyen szabadságot is adott nekünk, de bonyolultabbá is tette az eszközt, mint hűtés, mind. Hát meg gondolom, ez magánál mikrotechnikai és integráció vagy gyártásban is drágább, hogy külön álló kártyákat használnak a helyet, hogy integrálnák a, a laplapra a rádiót. Azt hiszem, el is spoilereztük, hogy mindkét eszközben, tehát a hap AX Lite LTE, LTE 6-ban, illetve a SXT változatában is integrált rádiókat fogunk oda bent találni, és még csak nem is a cég sajátját, hanem felültek a Fibocom gyorsan száguldó vonatjára, és tőlük csortak egy modult, ami mondhatjuk változás az eddigiekhez képest. Mondjuk elég számottevő változás. Mert hogyha megnézzük ugye a más eszközöket is, amit a MikroTik az elmúlt pár évben kiadott, ha megnézzük nagyobb gyártóknak az ilyen elő, szinte az ilyen kész LEGO megoldásaira kezdett el jobban építkezni, mint ugye a switch a Marvel-nél. hogy most ez, ez, a, ez, az út, ez meg fog most jelenni az LTE eszközöknől is. És remélhetőleg robosztusabb, Igen, robosztus. kiszámíthatóban fognak majd ezek az, az LTE interfészek viselkedni. Nyilván azt a rugalmasságot viszont elveszítjük, hogy eddig, hogyha bekakilt az LTE interfész a Mikrotik eszközünkben, akkor csak az LTE interfészt kellett elegánsan elhajítani belőle. Nem kellett az egész eszközt. Viszont ezzel most búcsút intetünk a rádiónknak is, és hát nyilván a komplet routernek, ami hát azért nem a környezet tudatosság. Egyik a példája lesz a jövőben, cserébe viszont olcsó. Meglátjuk. És itt a következő igáslóunk, a, ami a switch kínálatot fogja bővíteni, és mint már a, a beharangozóban beszéltünk róla, hogy TRS, multigig, és végre, hogy van ilyen, mert ugye eddig két és fél gigás rezes porttal ellátott routerből eléggé szegényes volt a kínálat. Ugye a satukon láttunk két és fél gigás portot, az 2009 en láttunk két és fél gigás portot. És a hap -X, És a hap. A, 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 hát új, igen, igen, ezeken az új Qualcomm referenciarendszer referencia köré épülő ö, wireless Nyilván azért, mert a rajta van magán a, a fizikai hardveren ez a lehetőség, tehát jó formán be csak ki kellett lukasztani a házat és ráforasztani a megfelelő kivezetést. Ez viszont Marvel és nem kalkom. Kapunk 8 darab 2,5 gigás rezesportot és 2 darab SFP plusz Pluszt, barlangot, ahova be lehet barlang bármilyen barlanglakót, aki képes a megfelelő sávszélességet különböző optikai vagy akár rezes kivizetéseken keresztül a rendelkezésünkre bocsátani. És van ott még egy USB, ami ugye a korábbi részben említett USB-s kütyüket lehet majd beletuszkolni. Amikor a tápellátáshoz érünk, akkor átadnám inkább a szót neked, mert hogy azt hiszem, hogy egy kicsit tapasztaltabb vagy az ilyen elektronikai ügyekben, hogy is lehet őt megetetni. Jó, jó ez az új switch, viszont az egy kicsit ilyen szomorú tény, hogy elvesztettük az olcsó házi barkács redundás táp megoldást. Gettó -up, get up és itt fönn nézzétek, megcsináltunk róla egy tök jó részt. Mivel ezt az eszközt csak a jackportján keresztül lehet betápolni, nincs se poe, se beépített tápegység. Reménykedtem, ugyanis a poe portra az a feszültség tartomány van írva, ami jellemző azokra az eszközökre, amelyek AF vagy AT vagy PT, ja, ami mi a mikrotik világában sajnos nem létezik, módon is táplálhatóak. Ezt nyilván indokolja a fogyasztás, mert ha jól emlékszem, akkor az adatlapon ilyen bőven 30 Watt fölötti maximális fogyasztást láttunk, ami nyilván indokolja azt, hogy ennek már BT táplálási lehetőség kellene. Hát igen, ezért is gondolom azt, hogy biztos, hogy lesz ebből még majd egy másik változat, vagy belső táppal, vagy valamilyen módon majd visszakapjuk a többszörös megtáplálhatóságnak a lehetőségét. Aztán már kicsit majdnem egymásba is vesztünk itt az előbb, hogy ez a doboz bazira hasonlít az 5009-es rútárnak a felépítésére, hogy úgy nagyjából a portok, meg a kiosztás, meg a stb., de nem egy teljesen másik preszteráról van szó, kétszer 800 MHz-es vagy magról beszélünk, ami nyilván össze van gyúrva azzal a, a változattal, aminek a pontos típusát a blokkdiagramon megtaláljátok, hogy van 10 darab wire portja. Um, blocking portja, ami 1,3 gigabites channel-lel csatlakozik a, a, cpu felé, tehát ez nem router, nem feltétlenül merném router képességekre használni, nyilván ettől függetlenül egy egyszerű irodai hálózatnak az internetre való kicsöpögtetését meg fogja tudni csinálni, de azért ez egy switch. Sődlegesen. Ahol aztán persze van megfelelő mennyiségű memória, 200, 256 megabájt. 256 mega, ami azért nem rossz ebben a kategóriában. Azt hiszem, hogy a hetes router most már ez lesz a felhozata, hogy föl fogják őket legalább 256-ig, mert korszerűbb OS többfajta szolgáltatás, nem tudjuk a szükségtelen csomagokat már úgy kibelezni belőle, mint ahogy azt a hatos router OS vagy a korábbi változatoknál megszoktuk. Szóval azt hiszem, hogy ez már egy standard lesz lassan a mikrotik termékeknél. És ami még érdekes ennél a switchnél, hogy amellett, hogy ilyen pici, kapott aktív hűtést, ami jól jöhet, főleg abban az esetben, hogyha a, maga a hűtőventilátor az a processzor mellett fog, fogja fújni az SFP moduloknak a hátoldalát, mert akkor nagyobb fogyasztású SFP modulokkal is jól üzemelhet, mint például mondjuk az SRJ 10 zel Igen, azon az oldalon van, meglátjuk, hogy ilyet így. szétszedni még nem volt lehetőség, de azt hiszem, hogy amint kezünk közé kaparítjuk, nem bekapcsoljuk először, nem szétszedjük. <laughs> Meg fogjuk hámozni, és megnézzük, hogy ténylegesen ezért van -e ott az a ventilátor, de hát gyanítom, a mikrotik utóbbi időben elég ügyesen ad most már a, a termál dizájnra odafigyelnek arra, hogy az ne csak egy porkavaró legyen, hanem az a áramlat, az a megfelelő alkatrészek hűtésére legyen felhasználva. Milyen érdekesség van még ebben a hírlevélben? Kaptunk egy új LoRa aminek gyönyörű spektrumképe van mind vertikális, mind horizontális irányba, de annyira tökéletesek, hogy szerintem ezeket egyszerűen csak a marketingesek rajzolták ceruzával. És akkor szerintem így a hírlevél elemzésénél visszakanyarodhatnánk egy kicsit még az SXT LTE 6-ra az új, vagy a frissített verziójára. Igen, benne lesz a típus leírásban, hogy 2023, hát, úgyhogy erre az évre biztos, hogy fogunk emlékezni. Mivel most már évszámok is szerepelnek a elnevezésekben, nem csak hieroglifás kódok. Lehetett volna úgy, mint annak idején, ahogy az új iPadet bejelentették, hogy The New iPad, a The New SXT LTE 6 mert hogy ugye ebben is a Fibokon modul van, mint mm. ezt korábban már megrákcsáltuk, de azért vannak itt még izgalmas dolgok. Két SIM slot, és hogyha eddig használtátok a VAP LTE -e az eltap minit, az eltapot, akkor megszoktuk, hogy az a mini SIM méretű kártya ment bele. Na most körbe lehet őket metélni mikroszimnek, ugyanis a mostantól ebbe a modulba például éppen mikroszim foglalatok kerültek, de kettő. Ami nyilván izgalmas egy kicsit, hiszen ha a Fibokom modulnak megnézegetnénk az adatlapját, akkor ott azt találjuk, hogy maga a rádió az csak egy kártya kezelésére alkalmas, ami mellesleg elszínre sajnos nem, ami... ami egy kicsit szomorú. szomorú igen. <laughs> Erre megy a <laughs> világ, hogy szolgáltatók most már nem szeretnek színkártyákkal bóckodni, hanem inkább eSIM-mel kapcsolják a felhasználókat a, a hálózatba. Na jó. Hogy lett akkor mégis két szín? Hát nyilván a gyártó talált ki valamilyen varázslatot, amivel egyik, illetve a másik szín között tudja kapcsolni. Szoftveresen kapcsolja, ilyen bekapként. Ezt így is szokás hirdetni, hogy, hogy igen, hogy ez milyen jó nekünk, mert ezzel egyfajta szolgáltatói bekapot tudunk feléleszteni. Nyilván ezt magunknak kell skriptekkel kigányolni, tehát nincsen rá egy fröccsöntött megoldás, hogy betesszük a nagy zöld pipát, és akkor minden varázslatosan meg fog oldódni. De hogyha körülnézünk majd odakint a vadvilágba, vagy majd csinálok róla egy MikroTik Short videót, akkor nem hozhatunk akár egy ilyen SIM botrányt. Mi érdekes még az eszközzel kapcsolatosan? Olcsóbb lett, 30%-kal. Nyilván kihagytunk egy csomó alkatrészt, nincs ott a mini PCI Express foglalat, a kártya körüli felesleges varázslat, gondolom ez az egyik, viszont a hardware az érzésem szerint egy kicsit gyengécske. Hát nem változott. Úgy néz ki, hogy maradtak itt is a web platformnál, mint az előző verziónál. Nem kaptunk úgy nagyon teljesítményben fejlődést. Ethernet portok, ahol nyilván a hírlevél kapásból azt domborítja ki, hogy milyen jó, mert hogy PoE-in és lehetőségünk is van, hogy a PoE-in oldalon passzív PoE AT és AF módon is táplálható, ami azért elég klassz dolog, hiszen ha AT AF képes, switchünk van a hálózatban, akkor arról meg tudjuk táplálni az LTE tartalék ami éppenséggel a hát. És ugye igazából, hogyha nem kell odafigyelünk arra, hogy most milyen poét fogunk használni, mert szinte minden, ami kezünkre esik, és benne van ebben a feszültségtartományban, az használható lesz az eszköznél. A standardek is, amik ugye általában minden modernebb eszköz támogat, ugye az ATF. de hogyha úgy alakul, akkor akár ugye passzív, mikrotikus passzív poén megoldással is tudunk operálni. Viszont sajnálatos módon az autó az oldal az tipikus mikrotik, és csak passzív PoE kiadásra képes, nem, nem képes az ATAF-et továbbítani. Ami egyfajta ilyen szerűség inkább, mint sem valódi poe. Igazából valószínűleg csak van rajta egy egyszerű tranzisztoros kapcsoló, de nincs a kimeneten komplex poe áramkör. Hát akkor még visszatérve a portokra, az is meg mondjuk egy ilyen szomorúbb hír, hogy portokat nem kaptunk az eszközzel, így a frissítés során, pedig ugye az az egyik nagy marketing bejelentés, hogy ez egy hatos LTE eszköz, és képes 300 megabites downstreamre, de ugye a 100 portokkal ezt nem tudjuk kihasználni a gyakorlatban. És a régi megszokott SXT törös törős pattintós Én ház. A ház az amit, örök. Amit ugye egyszer szét lehet szedni, és utána soha többet összerakni. De vá, váljék becsületére a mikrotiknek, hogy Legalább nem, nem is áll meg benne a víz. Nem nagyon tudunk olyan esetről, amikor ezek úgy báztak volna, vagy úgy szenvedtek volna időjárási körülmény miatt, hogy maradandó károsodást szenved az eszköz. Tehát olcsó, de igazából működik. Szóval igazából ezért szeretjük a t Elég robosztus maga fizikai kialakítása. Ez volt a Mikrotik szeptemberi hírlevele. Amint a kezünk közé kaparintjuk ezeket az eszközöket, majd jó, alaposan megnyúzzuk, ahogy azt tőlünk megszokhattátok. Visszatérünk.